Német Megszállási Emlékmű tervezett helyén egy csendes demonstrációt szervezünk, ami tulajdonképpen nem is demonstráció, hanem igazából. Igazából meg szeretnénk szimbolikusan, így mondom, szimbolikusan meg szeretnénk szállni ezt a helyet. Az a célunk, hogy olyan módon jelöljük meg ezt a helyet, ennek az emlékműnek a helyet, hogy ide ne lehessen emlékművet építeni később. Magyar megszállás. Hát, a magyarok megszállják. Békés megszállás, szimbolikus megszállásra egyáltalán nem akarunk ott letelepedni, meg sátrazni, meg ilyesmi. Egyszerűen arról van szó, hogy odavinnénk szimbolikus jeleket, mécseseket, köveket, kis kereszteket, mindenféle olyan vagy személyes tárgyakat, amelyek az emlékező magyarok személyes részvételét fejezik ki az emlékezésnek ebben a közös folyamatában. Tehát az a tervünk, és a projektnek a nevét is így határoztuk meg, eleven emlékmű az én történelmem címmel, hogy ennek a kőből és bronzból oda erőszakolt rideg építménynek a helyén felállítsunk két fehér széket egymással szemben, annak a két beszélgető magyarnak a helyeként, akiket invitálunk erre az eseményre. A helyszínen ugyanis beszélgetéseket szeretnénk kezdeményezni. Azt szeretnénk, hogy az odajövő magyar polgárok a saját történeteiket hozzák oda, és osszák meg egymással. Tegyék le ezeket a személyes jelvényeket, ezeket a jeleket erre a képzeletbeli sírra, és ezzel fejezik ki azt az igényüket, hogy nem tartanak igényt egy ilyen hazugtörténelmi emlékműre. Nagyon, meg az elején nem igazán értettem, hogy miért szerveznek még egy demonstrációt, amikor volt már néhány nappal ezelőtt, most ennek mi értelme lesz, hogy megint, de ahogy kezdte mondani, a lelki szemeim előtt, meg talán az igaziak előtt is, elkezdett egy emlékmű kinőni ebből. Úgy is tervezik, hogy két szék, meg beszélgetők, meg tárgyak, de hogy ebből akár egy örökké ott maradó, vagy sokáig ott maradó emlékezési hely legyen? Igen, azt szeretnénk, igen, a köveket mindenképpen, illetve ezeket a mécseseket, a kis tárgyakat mindenképpen szeretnénk otthagyni. Annak a jeleként, hogy itt valós emberek tették le a jeleiket erre a valós helyre. Ugye az a hely, ahol ez az emlékművet tervezik, ez semmilyen szempontból nem egy kiemelt hely. Ugye emlékműveket szimbolikusan fontos helyekre szoktak felállítani. Ez egy mesterségesen kitalált hely egy emlékműnek. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ebből a mesterségesen kitalált helyből valós hely legyen, és pedig azáltal, hogy az emberek azzá teszik. Az emberek személyes emlékeinek gyűjtőhelye, ami valóban a szó legszorosabb értelmében emlékmű, és ráadásul az emberek csinálják meg. És eleven emlékezést tartalmaz, mert beszélgetést implikál, mert arról van szó, hogy azt szeretnénk, hogy az emberek elkezdjenek emlékezni. Az emlékezésre nagyon fals kérzeteink vannak. Az emlékezés az munka, emlékmunka, az elő kell hozni az emlékezetből, a családi emlékezetből, a személyes emlékezetből. Sokszor olyasmiket kell keserves munkával előhoznunk a saját emlékezetünkből, amire nem szívesen emlékszünk. Mindannyiunk személyes élete és a családunk élete is tele van olyan elfojtással, bűntudattal, mindenféle olyasmivel, amiről nem szívesen emlékezünk. És ami nekünk fáj, az lehet, hogy másnak azért nem fáj, mert ami viszont őnek fáj, az meg nekünk nem fáj. Tehát egyfajta, meg kell nyílnunk egymásnak a fájdalmai és egymásnak az emlékei iránt. És ez csak egy társadalmi közös akarata jöhet létre, ilyen apró csak kicsi beszélgetés kezdeményekből. Nekem tetszik, de a kérdés nem ez, hanem az, hogy tudnak-e ehhez megfelelő társadalmi, hát, mit is mondjuk, támogatást, szervezettséget, erőt, érdeklődést kelteni, hogy az első nap után is legyen megint 10-20-50 ember, aki oda megy, aki beszél, aki meghallgatja, aki tárgyat hoz, aki vigyáz arra, mert ugye az is lehet, hogy letesznek tárgyakat, és másnapra eltűnik, ha igen, nem vigyáznak. Igen, bizonyos értelemben ez is ez egy kicsit provokatív elem ebben az egész történetben.
Nem arról van szó, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki minden nap oda menjen és ott beszélgessen. Nem vagyunk naivak. Ez a folyamat, ez ott a szabadságtéren vasárnap délután éppen csak elindulhat egy szimbolikus ilyen beszélgető aktussal. Ott néhány videokamerával székeket fogunk lerakni, és arra fogunk kérni embereket, hogy meséljék el a nekik személyesen fontos történeteket. Akár jó történetek, akár rossz történetek, akár vidámak, akár keservesek, akár örömteliek, akár szégyenivalóak. Meséljenek egy kicsit. És ennek a, de ennek a mese folyamnak nyilván nem a szabadságtér lesz a helyszíne. Tehát ehhez létre kell hoznunk, és már el is kezdtünk ezen dolgozni, olyan felületeket, online felületeket elsősorban a közösségi médiában, ahol ezek a beszélgetések olvasható történetekké válnak, ahol az emberek föl tudják tölteni a családi dokumentumaikat, meg tudják mutatni a fotóikat. Ugye van egy eleven példa, egy nagyon sikeres példa, a Családom és a Holokauszt csoport az interneten, amelynek több ezer tagja van ma már, és több száz történetet mesélnek ott el az emberek egymásnak. Mi azt szeretnénk, hogy ez a nagyon szenvedélyes és nagyon izgalmas beszélgetés, ami ott kialakult, az kiterjedjen nem csak a holokauszt áldozatainak a családjaira, hanem az elmúlt száz év összes magyar traumájának áldozatára. Mert a probléma mindig az, hogy az emberek hajlamosak vagyunk bezárkodni a saját családjaink, vagy a saját kultúrköreinknek a traumáiba. És nem vagyunk elég nyitottak a másokéra. És ezt céloznám, tulajdonképpen ez a dolog, és ne haragudjon, egy mondat elég visszatérek a megjegyzéséhez, hogy tudnivik, volt már itt demonstráció. Ez, amire mi gondolunk, ez nem politikai demonstráció. Semmi bajunk a politikai demonstrációkkal, de ez nem az. És tulajdonképpen nagyon szeretnénk, hogyha ez az egész kikerülne abból a kampány logikából, amely pillanatban lehet kampánylogikának minősíteni, de hát nyilván a politika, ha az normálisan működik, akkor a társadalomban meglévő friss problémákat, kérdéseket megpróbálja fölvetni, azokat nyilvánvalóvá tenni szélesebb körnek is. Ha erre aztán civilek egyéb kezdeményezéssel reagálnak és tovább viszik, szélesítik, vagy a sajátjukat teszik bele, az egymást kiegészítő dolog lehet. Igen, csak tudja, a kampányoknak van egy saját logikájuk, amit természetesen állampolgárok, választó állampolgárokként elfogadunk, ezzel nincsen semmi baj. A probléma az, hogy a társadalmi emlékezetnek a kérdése, ez a bizonyos kölcsönös megértés, az odafordulás a mások történeteihez, ez azonban, ezt nem lehet pártpolitikai dimenziókban értelmezni. Hát, vagy megpróbálják, ugye, de éppen ezzel kell szembeszegezni hát valamit. Hát igen, de el kell, hogy mondjam önnek, hogy sokat vitatkoztunk egymás között, ennek a dolgnak a kezdeményezői, sokat vitatkoztunk egymás között arról, hogy nem kéne ezzel várni a kampány után, a választások utánig. És végül is azért döntöttünk úgy, hogy nem szabad várni vele. Éppen azért nem szabad, mert akkor elfogadnánk azt a hazug logikáját a miniszterelnöknek, hogy ezt a kérdést mentesíteni kell a választást, illetve a kampányról. A történelmi emlékezet aznak semmi köze a kampányhoz. Nem lehet mentesíteni tőle, annak semmi köze nincs hozzá. Se akkor nincs köze, ha a választások előtt van, se akkor, hogyha a választások után lesz. És ezért elhalasztani az emlékülő való vitát csak azért, mert választási kampány van, ez egy hazug logika. És ezért gondoltuk azt, hogy igenis most kell megtartani, miközben nyomatéka hangsúlyozunk, hogy nem része a kampánynak, nem párt politikai szempontok vezérelnek bennünket, és kifejezetten a társadalmi párbeszéd megnyitása érdekében szerveztük. Egy dolgot mondjam meg még, hogy az elképzelései, vagy a legjobb reményei szerint lehet ott a szabadságtéren ebből a kezdeményezésből akár egy ilyen természetesen kialakuló és majdan véglegesíthető emlékmű is, amit a civilek a saját történeteikből, tárgyaikból létrehoztak. Én a modern művészetben látom ennek helyét, de hát ön művészettörténész, úgyhogy nagyobb ebből a szempontból a tapasztalata, a fantáziája és a tudása is. Nem gondolnám, tehát nem cél ez. Nem ez a cél. A
hogy mondjam, az emlékmű, mint objektum, mint plasztikai tárgy otthagyása, ez nem cél. Ennek a helynek, még egyszer mondom, a politikai önkény... Szóval lelki emlékmű legyen inkább, vagy társadalmi gondolkodási eleven emlékmű legyen, abban az értelemben, hogy ezt az eleven emlékezési folyamatot indítsa el és generálja, és olyan érdektelen, hogy azon a helyen egyébként mi fog történni. A legfontosabb emlékszobrok is bele szürkülnek a környezetükbe, hogyha nincs valódi emlékezés arra a dologra, amelyre emlékeztetnek. Tehát nem azon múlik, hogy itt most milyen szobor áll, vagy milyen nem áll, hanem arról van szó, hogy megtanulunk-e emlékezni. Ennek az emlékműnek a legnagyobb bűne az én személyes értelmezésem, hogy valójában ez nem az emlékműve, hanem az emlékezés műve, hanem a felejtésé. Ez ki akar törölni a magyar történelmből traumákat, amelyeket nem lehet kitörölni, mentesíteni akar bennünket, olyan munka alól, amit nem tudunk megspórolni. És ezért minden valódi emlékezésnek az önvizsgálattal, illetve a másik felé való odafordulással kell kezdődnie.